Sziasztok! Előadásom címe, tehát Légy jóképű. Hogyan lehet valaki jóképű? Mert mivel nem orvos vagyok, hanem fotográfus és videográfus, ezért az előadásomban nem a genetikáról fogok beszélni, hanem arról, hogy miként lehet valakinek jó fotója, hogyan lehet valaki így jóképű. Nos, e tekintetben mindenkinek van három lehetősége. Az egyik az, hogy vannak jóképei, fotói. Akár a termékéről, vagy a szolgáltatásairól, ahogy éppen csinálja, vagy akár a kiadandó, eladandó lakásáról, ingatlanáról, a családjáról, családi eseményeiről, esküvő, eljegyzés, gyerekszületés, kismama fotózás, bármi, vagy céges rendezvényeiről, előadásairól, stb. A másik lehetőség az, hogy van akár több jó képe a falakon, otthon, vagy az irodájában, vagy mindkét helyen, azaz művészi képek veszik körül, ami nem csak neki jó, mert hogy tetszik neki, és akkor gyönyörködik bennük, és kellemesen érzi ettől magát, hanem így mások felé is jó képet adhat önmagáról. A jó képviségre való harmadik lehetőség pedig az, hogy konkrétan róla legyen jó kép. Akár portréról legyen szó, akár arról, hogy egy online találkozón jó képet lásson róla a másik, egy vagy több résztvevő. Előadásomban szót ejtek a telefonos szelfitől kezdve a művészi és üzleti portrékon, valamint a termékfotókon át egészen az ingatlanok képeiről, virtuális túrákról, művészi migrációkról és mindezek fontosságáról, valamint arról is, hogy a mai online világban miként lehetséges akár a tablet vacak előlapi kamerájával olyan képet adni magunkról egy online Skype, Teams, Zoom, stb. Bármilyen találkozón, hogy a másik fél az adott körülmények közt a lehető legjobb képet kapja rólunk. Azaz, hogy a légy jó képű. Nézzük, hogy melyik kamera a legjobb. Nos, a legjobb kamera sokszor a telefon. Kedves hallgató, talán most nyilván elcsodálkoztál a bevezetőm után azon a kitételen, hogy a telefon, mint a legjobb kamera. Azonban van itt egy régi igazság. A legjobb kamera mindig az az egy, ami éppen veled van. Márha csak egy van veled. Mivel a kamerát is magába foglaló okostelefonunk szinte mindig és mindenhol velünk van, így lesz belőle sok esetben a legjobb kamera. A másik régi igazság az az, hogy aki tud fotózni, mármint jól, azaz szép képeket alkotni, az bármivel tud. Ami az adott körülmények között alkalmas a kép rögzítésére, így akár egy gyengébb minőségű telefonnal is. Mi is tehát a lényeg? Most hát nem az eszköz. Adi írta a verseit, nem a ceruzája vagy róla. Viszont ismernie kellett hozzá az eszköz használatának mikéntjét. Esetében tehát tudnia kellett írni, és azt is, hogy hogyan kell használni egy ceruzát vagy egy tollat. Az eszköz tehát csak technikai tulajdonságai szempontjából érdekes, tehát hogy képes-e az adott körülmények között a kívánt eredmény elérésére, létrehozására. Adira visszatérve a ceruza megfelelően hegyese, van benne jó grafit, vagy a tollban van-e elegendő megfelelő mennyiségű tinta és minőségű, illetve van-e alkalmas papír, amire tud írni. Ugye, nem is olyan egyszerű. Végül is gondoljuk, hogy mennyi tudás és technikai feltétel teljesülése szükséges egyetlen betű leírásához is. Ahhoz azonban, hogy a leírt szavakból irodalmi mű alakuljon a papíron, ahhoz már nem elegendő az, hogy az illető írás tudó, de még az sem elegendő, hogy megtanult néhány vers írási szabályt, ahhoz kell valami plusz is. Na hát valahogy így van ez a fotózással is. És a kamerás telefonokkal is. És természetesen ugyanez elmondható minden szakmáról, tehát például attól, hogy tudom használni a csavarhúzót, még nem leszek autószerelő. De most fotósként a fotózástól tartok előadást. Szóval nem minden arany, ami fénylik. Azaz lehet, hogy mindenkinél van egy telefon, és így bárhol, bármikor lehet vele fotózni, ám nem biztos, hogy jó is lesz az a kép. Legalábbis elsőre. Amíg ez csak annyiban merül ki, hogy játékból, komolytalanul, magánfelhasználásra nyomkodjuk a virtuális gombot, addig nem feltétlenül érdekes, hogy az adott kép egy a szűrővel megfelelően valamilyen magasabb követelményeknek is, mert ilyenkor csak annyi igény, a lényeg, hogy a pillanatnyi hangulatot elkapjuk saját magunknak, vagy
gyorsan megmutassuk a nagyinak a unokát, meg ilyenek. Nincs is ezzel semmi baj, sőt, az emberiség egy évezredes keresés végére ért azzal, hogy ez a lehetőség itt van a kezünkben. Azonban, amikor már komolyabb feltételeknek kell megfelelni, mert művészi vagy üzleti célból szeretnénk készíteni, vagy inkább készítetni, vagy felhasználni egy fényképet, akkor már azt is nagyon célszerű megválogatni, hogy a magánprofilképünk milyen színvonalat képvisel. Hát még azt, hogy a bemutatkozóban vagy a céges honlapon milyen portréval szereplünk, valamint a termékeinkről és a szolgáltatásainkról milyen fotókat teszünk ki a webshopba, Facebookra, stb. A fotózás néhány alapszabályát viszonylag könnyen gyorsan el lehet sajátítani ahhoz, hogy akár csak a szelfieink is jobbak legyenek. De sosem szabad azt gondolni, hogy az üzleti portrékként is megállják a helyüket. Arra jók, hogy ismerősi körben lássák őket, egy-egy jobban sikerült kép esetén, akár egy Facebook magánprofilon profilkép legyen, de semmi több. Egy portréhoz már nagyon fontos ismerni a fényt, a kamerát, és gyakorlott képalkotási vénával kerekezni. Fontos itt az a szó, hogy gyakorlott, mert mint tudjuk, ez bármely szakmában, szép dolog az elmélet, de gyakorlat teszi a mestert. Tehát ez ugye bármilyen szakma esetében így van, itt is alapvető, gyakorolni kell. Na, de ez most nem egy fotótanfolyam, legalábbis nem egy ilyen rendes. Itt csak a legalapvetőbb dolgokról fogok szót ejteni. Termékfotók. Nézzük meg most azon az eseteket, amikor tárgyakról, netán termékekről készülnek fotók. Sajnos sokszor találkozni mindmáig olyan webshopokkal, ahol rossz minőségű képek vannak feltöltve a termékekről. Nem az a baj, hogy akár telefonnal készítették őket, hiszen ma már akár egy közepi kategóriájú készülékkel is lehetne olyan jó képeket készíteni alapanyagnak, utóta munka is, ugyanis soha nem maradhat el, legalábbis legtöbbször, hanem az, hogy látszik rajtuk a tudás és az érzék hiánya, vagy ami még sokkal rosszabb, az igénytelen hozzáállás, tehát ez a lehetőleg az ingyen is drága, és jó lesz az úgy. Az, hogy nem megfelelő szögből lett fotózva a tárgy, a rossz világítás, vegyesek a színek, vagy akár konkrétan helytelenek is. Például túl sárgás vagy kékes az egész kép egyes részei. Ez alapvetően nem a telefon vagy bármilyen készülék hibája, hiszen az automatika valamit érzékel, és a legjobbat szeretné kihozni abból, amit lát. De rossz körülmények között ez még egy rendes kamerával sem egyszerű, nem hogy telefonnal. Erre speciál az egységes világítás a megoldás. És ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy minden irányból telebe van világítva, mert attól még csak egy lapos térérzetnél túli képet fogunk kapni, hanem azt, hogy a fények színei, úgynevezett fehér egyensúlya legyen egyforma. Kivéve persze, hogyha direkt ezzel is szeretnénk játszani, de ez megint egy gyakorlást igénylő hosszú folyamat, mire sikerül. Ezen kívül fontos a kompozíció. A tárgy a képen hol és hogyan helyezkedik el? Középen van, vagy elcsúsztatva valamelyik oldalra? Mennyire? Itt ajánlott betartani a középen tartást, vagy a harmadóló, vagy az aranymetszés szabályait, illetve ezek kombinálását is egy bonyolultabb alakzat esetében. Ugye a harmadoló az azt jelenti, hogy amikor a képet vízszintesen és függőlegesen három felé osztjuk, és ezek az összekötő vonalak adják a harmadoló vagy aranymetszés, az ugyanilyen osztást jelent, csak nem harmadban osztjuk, hanem aranymetszésben, és ezek a vonalakkal lehet kompozíciókat létrehozni, jó harmonikus kompozíciókat. Építmények, ingatlanok. Egy ingatlan fotózása rendkívül egyszerűnek tűnik. A legtöbben úgy gondolják, hogy lövök pár képet a telefonommal, aztán jól van az úgy. Nos, megsúgom, nagyon nincs jól az úgy. Természetesen itt megint nem az eszköz a probléma. Bár egy bizonyos elérendő minőségi szint felett már az is. Egy ingatlan befotózása a legtöbb esetben ugye nappal történik, amikor kint nappali fény van. Bent pedig erősen árnyékos részek is kialakulhatnak, vagy nem feltétlenül elegendő a fény még így sem, és fel kell kapcsolni a lámpákat. Nos, a nappali fény színe kékes.
Még a napfénye is nagyon kék, a szokásos benti lámpákhoz képest. Hát még ha felhős az időjárás. A szokásos háztartási világítás féregyensúlya ugyanis 2700-3000 Kelvin, gyakorlatilag szinte egészen sárga. A napfénye 5500-6000 Kelvin, egy felhőségbolté pedig 7500-10000 Kelvin is lehet, ami nagyon kék. Egy ingatlan fotózásakor tehát egyrészt van belső világítás sárgás fénye, és az ablakokon beáramló nappali fény, ami kékes. Jobb esetben a nap nem direkten sűr, hanem szórtam, például van egy áttetsző függöny az ablakon, vagy visszavertem, azaz nem onnan süt a nap, amerre az ablak néz, hanem visszaverődik az égboltról, vagy a szemközti ház faláról, vagy ilyesmi. Aztán a belső világítás lehet akármilyen erős, a napfényének erejével szemben alig ha ér valamit, ha direkt süt be a ablakon. Tehát ugye kiderült, hogy nem mindegy az sem, hogy a nap mely szakaszában fényképezzük az ingatlant. Sőt, ha a kinti és benti képekre is van szükség, akkor még az is előfordulhat, hogy kétszer is ki kell menni ugyanahoz az ingatlanhoz, hogy a legjobb eredményt kapjuk. Vagy akár az egész napot ott kell töltenünk reggeltől estig, mondjuk egy prémium villa esetén, mert folyamatosan változnak a fények. És az egyik részt reggel, a másikat délután, a harmadikat este célszerű lefényképezni a legszebb képek érdekében, és akkor még ott van a belső tér is. Ezen kívül egy ingatlan belső a legtöbb esetben kifejezetten szuperszéles látószögű objektívet kíván, ami nem feltétlenül van meg egy telefon esetében, bár vannak már kivételek e téren is. De azért lényeges ez, mert már egy közepes méretű szoba sem fér bele egy szokásos 50 vagy 35 mm-es objektív által adott képbe. Ezért sokkal szélesebbre van szükség, 20 vagy még inkább 16-17 mm-esre. Lehet ezt szimulálni a telefonra kapható kiegészítő lencsékkel, de igazán minőségi képeket itt már valóban csak egy rendes objektívvel és kamerával lehet elérni. 3D, 360, VRT, azaz háromdimenziós, avagy 360 fokos virtuális bejárások. Ez azt jelenti, hogy a számítógép, tablet vagy telefon képernyőjén kattintgatva virtuálisan be tudunk menni az adott ingatlanba, és ott körülnézni. Jobbra, balra, előre, hátra, körbe-körbe, felfele és lefele is, átmenni az ingatlanban az egyik helyiségből a másikba, szóval pont úgy, mintha valóban ott lennénk. Hát nem teljesen ugyanúgy, mert ugye amikor fizikailag vagyunk ott egy ingatlanban, akkor átmenés közben bárhol megállhatunk körülnézni, ahol éppen eszünkbe jut. Egy virtuális bejáráson nem teljesen van ez így. Ott úgynevezett kamerapontok vannak, tehát ahol leraktuk a kamerát, és onnan fényképeztük az ingatlant, és ilyen gömbpanorámákat készítünk. Tehát ott ilyen gömbpanoráma vagy kamerapontok között tudunk átmászkálni. Igaz, hogy bele is tudunk zoomolni. Hogyha mit tenni, ott van egy kép a falon, és azt meg szeretnénk nézni úgymond közelebbről. Na, tehát ezeket a virtuális bejárásokat úgy kell elképzelni, mint például a Google Maps-ben a Street View. Csak ez nem kintről mutatja a házakat meg az utcát, hanem a házakat belülről, és azokon belül a lakásokat belülről. Ez egy nagyon hasznos és látványos eleme, ez közel lehet egy ingatlan bemutatásának, mert az ügyfél számára is nagyon kényelmes, főleg ha másik városban vagy akár másik földrészen van, hiszen akkor nem kell ezért odautaznia az ingatlanhoz. A virtuális túra készítése lehetséges szokványos kamerával is, de vannak erre megfelelő célkamerák is. Itt már nagyon fontos a objektív és a kamera minősége, ugyanis fontos, hogy egyenesek legyenek az egyenesek, mert nagyon széles látószögű optikával dolgozunk, amikor már torzul az egész kép. Na, tehát a hagyományos kamerával készítjük ezt a fotózást, akkor a tényleges virtuális túra elkészítését még megelőzi egy további folyamat is, amikor a külön képekből minden egyes kamerapontról elkészítjük a teljes gömbpanorámát. Minden egyes kameraponton készül egy ilyen gömbpanoráma, ugye ahogy az előbb már említettem, és ezek között tudunk majd sétálni a virtuális bejárásban. Ha erre eleve egy célkamerát használunk, akkor ez a lépés kimarad, tehát nem kell ilyen gömbpanorámákat már készíteni, de viszont meg kell hozzávenni a célkamerát. A virtuális bejárást egy újabb célszoftverben lehet elkészíteni. A legtöbb esetben
Ezek webes felületű böngészőben használható havidíjas megoldások, általuk adott tárhelyjel, stb. Ennek én nem vagyok híve, mert ugye ezzel csak addig vagyok biztosítva, hogy ezeken elérhetők ezek a virtuális bejárások, amíg egyszer csak a szolgáltató úgy nem gondolja, hogy befejezi, megszünteti ezt a szolgáltatást. Vagy bármi történik. Ezért én inkább vettem egy a számítógépre telepíthető alkalmazást erre a célra, és ezzel készítem el a virtuális túrákat, amiket aztán tetszés szerinti webes tárhelyre fel lehet tölteni, és ott addig üzemeltetni, amíg én vagy a megrendelő kívánja. És nem vagyunk így kiszolgáltatva vagy harmadik fél kénye kedvének. A virtuális túrára mutató hivatkozást aztán meg el lehet helyezni az ingatlan bemutató weboldalon, a normál fényképek albuma mellett. Dekoráció, azaz művészi képek. Egy lakásban, irodában általában mindig van valami dekoráció, a falakon képek. Ilyen képeket is készítek az Oculus AG nevű projektemben. Ezek kortárs művészeti alkotások, amik kiválóan alkalmasak dekorációs célból való felhasználásra, akár ingatlanok falain, akár pólókon, bögréken, füzet vagy könyvborítókon, de limitált sorozatú múzeumi művészi nyomatként, gyűjtőknek befektetésként is kiváló lehetőség. Például a most mögöttem lógó kép is az egyik ilyen kép ebből a projektemből. De adott esetben akár reklámkampányban is el tudom képzelni, vagy bármilyen kampányban egyes ilyen képek használatát, vagy egy cég székházában tematikus dekorációként, például tárgyalók ilyen képekkel való díszítését, és a termek róluk való elnevezését. Sőt, akár még kívülre a ház falára is óriási méretben megjelenítve. Az Oculus AG név magyarázata az úgy annyi, hogy az Oculus az egy latin szó, az a jelentése, hogy szem, az AG pedig a monogramom, így összetéve, tehát annyit tesz, hogy gime szeme, az én szemem, az én látásom. Tehát a látásomat, a látásmódomat jelenti. Ezek azok a képeim egyébként, amik alapján Eiffelt János elnevezett a fotográfia Picasso-jának. Jó magam egyébként egyszerűen csak tudtam definiálni, hogy ezek azok a képek, amik olyanok, hogy nem elmentek otthonról, hanem be se költöztek. Egyébként ez a látásmódom annyira erős, hogy vissza is hat a normál fotográfiai munkáimra, amit persze célszerű mértékben kordában tartok, és csak akkor is annyira engedem áthatni, amikor és amennyire erre szükség van. De volt már több olyan fotózásom is, ahol direkt emiatt kértek fel, például modellfotózásra, portrékészítésre, akár társkereső oldalra, képek készítésére, és a többi. A portré egy igen érzékeny műfaj, főleg a művészi portré, mert az sokkal személyesebb, de az üzleti portré, idegen szóval a business headshot, is egy komoly feladat, mert itt olyan közelségben kell megmutatni a személyt, a személyiséget, ami nem tűri hibát. Akár az exponálással való pár század másodperces csúszás is eredményezhet használhatatlan fotót, mert mondjuk például az a mosoly még vagy már pont nem teljes pompájában ragyog az arcon, vagy éppen pislog az alany, netán elfárad a póz tartásában. A modell szakma ugyanis egy kemény foglalkozás. Na persze nem modelleket képzünk egy portréfotózáson, de a fotózott személynek viszonylag hasonló feladatai vannak, mint egyébként egy profi modellnek. A különbség az, hogy egy profi modell eleve tudja, hogy mit kell csinálnia, egy laikusnak mindent meg kell magyarázni. Persze a fotós ebben segít, hogy ne legyen olyan megterhelő, mindent megmutat, megmagyaráz, és mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a lehető legkönnyebb legyen az egész folyamat. A személyes vagy művészi portré, amint neve is mutatja, elsősorban lelki képet ad a szeméről, és egyben a fotókészítőjéről is. Ennek nincs nagyon kötött szabályrendszere arra vonatkozóan, hogy a modell mit csináljon, hova nézzen, hogy tartsa magát, stb. Az ilyen képek igazából alkalmasak lelkiség, érzékenység, művészi látásmód kifejezésére, stb. Vagy akár portrépályázatokon való indulásra is.
Az üzleti portré már jóval kötöttebb ilyen szempontból. Ez a fajta kép elsősorban, ahogy a neve is mutatja, üzleti célból készült, tehát például üzleti oldalra, profilképnek, bemutatkozó oldalra, életrajzba, bemutatkozásba, a cég weboldalára, stb. Kicsit olyan ez, mint egy jó termékfotó, csak ezzel nem a terméket, hanem annak kínálóját, eladóját kell rondán szólva eladnunk. A portré egyébként a fotográfia egyik királynője, s mint ilyen, az egyik legnehezebb műfaja is. Önportré. Önportré az, amikor valaki önmagáról készít portréképet, akár rajz, festmény vagy fotó legyen az a kép. A világtörténelem képzőművészeitől sok ilyet ismerhetünk, és természetesen a fotósoktól sem idegen a téva. Az önportré fotózásához kiváltképpen szükséges a jó önismeret és önkép, testkép megléte, valamint az anatómia legalább alapszintű ismerete. Bár az anatómia minden olyan esetben fontos, amikor embert fotózunk, az önportré esetében azért különösen lényeges, mert tudni kell önmagunkat kívülről látni, mint modellt. Mellesleg ide szúrom be, hogy mindig önmagunkról készített képekkel célszerű megtanulni az emberek fotózását, mert ha kialakul a helyes, jó önkép és testtudat, akkor egy modellel már sok könnyebben tudunk szót érteni, konkrétan megmutatni, hogy milyen testrészét, hogyan tartsa a kívánt pózhoz, hol milyen izmot feszítsen meg, vagy ernyesszen el, stb. Mindez azért is lényeges, mert önmagunk fotózásakor ugye a kamerát valahogy távvezéreljük, vagy inkább időzítőt használunk, például 10 másodperc, vagy 2, ha valaki gyorsabb, és a visszaszámlálás során gyorsan odaállunk a kamera elé a megfelelő pózba, stb. Viszont ahhoz, hogy ez tényleg sikerüljön belátható időn belül, anélkül, hogy egész nap a kamera körül ugrálnánk, nagyon fontosak az előbbi ismeretek. Selfie. A selfie ugye a telefonnal készült önportrét jelenti. Ezzel az az óriási könnyebbség egy rendes kamerával szemben, hogy nem kell ugrálni, hiszen a kezünkben van a kamera a telefonba építve, ezáltal könnyű, elfér a kezünkben, és azonnal élőben láthatjuk önmagunkat a telefon képernyőjén, és korrigálhatunk, mielőtt megnyomnánk a exponáló gombot. Persze az eddig emlegetett ismeretek, gyakorlatok itt is szükségesek, különben csak hosszas kísérletezgetés lesz belőle, eleinte legalábbis mindenképp. Hát nem is tudom, van-e olyan kamerás mobillal rendelkező ember, aki még ne próbált volna szelfit csinálni. Vagyis gyakorlatilag szerintem, hát nagy valószínűséggel mindenki készített már szelfit, legfeljebb azonnal törölte is. Hát ugye az eredmények ebből következnek már jóval szortabbak, általában nem megy elsőre, de sokszor sokadikra sem. Nyugi, fotósoknak se feltétlenül. Hol a fények nem olyanok, hol a környezet, hol a kamera képességei, hol a hangulat, ami az arcra, mondjuk például az illető morcos a képen, holott azt gondolta, hogy mosolyog. A mimika rendbeszedése, ez egy szintén egy külön tudomány, de most arról nem fog beszélni. Először is nagyon fontos, hogy hogyan fogjuk meg a telefont. Célszerű azt a lehető legfixebben tartani. Nem billegetni az ujjaink között, mert sosem születik jó eredmény. A stabilitás pedig nagyon fontos, bármilyen fotó elkészítésekor, még akkor is, ha direkt bemozdult képet szeretnénk készíteni. Érdekes módon egyébként, hogy sohasem láttam még sehol azt megmutatni, még mobilfotós oldalakon, csoportokban, tanfolyamok beharangozóiban sem, hogy ez mennyire fontos. Egyetlen egyszer egy YouTube videóban láttam olyat, hogy valaki, aki telefonnal akart fotót készíteni, az mondott pár szót arról, hogy fontos a stabilitás fotózáskor. Ehhez képest ezután valahogy így fogta a telefont így az ujjain billegve. Én megfogtam a fejemet. Na, szóval, a telefon biztos megfogása úgy történik, hogy az alját a tenyerünkbe illesztjük, úgy az alja az, ahol a mikrofon van, ahova beszélünk, ez a teteje, ahol hallgatjuk, és ahol a selfie kamera van, vagy előlapi. Tehát ez az alja, ahova beszélünk. Ezt betámasztjuk a tenyerünkbe úgy, hogy a virtuális, vagy akár fizikai, mert van, amelyik telefonban fizikai exponáló gomb is van. Tehát, hogy az exponáló gombot a hüvelykujjunkkal elérjük lehetőleg viszonylag lehetőleg kényelmesen.
betámasztjuk, utána a mutató és a kisujjunkkal oldalról ráfogunk, satuba fogjuk, a maradék két ujjunk, tehát a középső és a gyűrűs ujjunkkal pedig hátulról megtámasztjuk. Elsőre ez egy eléggé furcsa lehet ez a fogás, még kényelmetlennek is érezhető, viszont így lehet teljesen billegésmentesen és a lehető legstabilabban fogni a telefont fotózáshoz, akár az előlapi, akár a főkamerát használjuk. A másik kezünkkel nem is feltétlenül szükséges megfogni, de az is adhat hozzá némi stabilitást. Ilyenkor nem kell azzal is így rámarkolni, ugye mondjuk itt van a kamera, meg tetejénél, meg a előlapi kamera is itt van a tetejénél a telefonon, tehát ugye arra is célszerű figyelni, hogy ne takarjunk be valamelyik ujjal a kamera elé, tehát nem kell már külön megfogni, persze mondjuk, hogyha nagyon olyan, hogy nagyon ki kell hajolnunk valahova, és még véletlen se szeretnénk, hogy megcsúszson a kezünkben a telefon, vagy ilyesmi, akkor a másik kezünkkel, hogy a hüvelyk és a mutatójunkkal így rásegíthetünk, esetleg még így a középső ujjunkkal is, és akkor úgy már biztos a fogás. Nos, hát a következő dolog, amire oda kell figyelni, az az, hogy egyenesen, azaz pont vízszintesen, vagy függőlegesen tartsuk a készüléket. Lehet persze játszani a dőléssel, az sem az ördögtől való, de a pici véletlen dőlés, mondjuk elernyed egy kicsit a kezem, az ujjam, stb., vagy nem figyelek oda, és ahogy exponálni akarok, így bedől egy picit, na most egy képen ez sokkal kirívóbb és rosszabb, mint hogyha a direkt céllal határozottan dőlne a kép. Tehát az sokkal jobb, hogyha így tartom a telefon, mint hogyha véletlenül egy kicsit nem vízszintes a horizont. Ez persze nem csak a selfie-re igaz, bármilyen fotóra igaz. Ugye, de annak sincs értelme, hogy bár egyenesen van a portré, a selfie, de pár évvel szinte divat hullám volt a Instagramon, amikor egyenes volt, de el volt fordítva 90, vagy fokkal, vagy fejre volt állítva a kép, és így volt kirakva, publikálva. Ennek se füle, se farka. Igazából csak a néző idegesítésére szolgál maximum, de egyébként semmi értelme. Aztán, ha nem csak egy felismeretetlen születként szeretnénk szerepelni a képen, akkor vagy úgy kell állni, hogy a fény a készülék mögül érkezzen az arcunkra, vagy pedig, ha tehát így onnan, ugye, ahogy most vagyok, hogy onnan jön a készülék mögül a fény az arcomra. Vagy, ha, vagy, ha mögülünk jön ellenfényként a kép, a fény, akkor az árnyékünk az vetüljön rá a kamerára, illetve az objektívre, és ekkor is a kép nagyobbik részét tegye ki az a mi alakunk, és az ellenfény legyen a kevesebb rész a képen, mert ugye az automatika az egy átlagos fényességre van bekalibrálva, és hogyha túl sok fény van a képen, akkor sötétíti az egészet, és akkor az arcunk sötét, tehát nem fog sikerülni a selfie. Ha csak nem született akarunk. Persze érkezhet a fény oldalról is, nagyon izgalmas felesvilágítású portrék születhetnek, ha az egyik oldal fényben van, a másik árnyékban, ám ez megint már egy magasabb szintje a portrénak, hát még a szelfinek. Az egész fénykérdésre rásegíthetünk különböző magunkkal vihető kiegészítő lámpácskákkal, ilyeneket lehet kapni a telefonhoz, és akkor rá lehet így tenni, rá bigyeszteni, klipszerűség módon, vagy akárhogy. Vannak persze sokkal komolyabbak is, de ezek a legegyszerűbbek. Tehát vagy ez, hogyha valahova elmentünk, és mobil eszközre van szükségünk, vagy ha otthon vagyunk, akkor szerintem mindenkinek van legalább egy asztali lámpája, vagy egy álló lámpája, vagy ilyesmilyen. És akkor ezzel lehet világítani, hogy jobb legyen a kép. Ha erős napsütésben vagyunk, és ettől nagyon erős kontrasztok keletkeznek rajtunk, de valamiért mindenképpen mégis ott, és akkor akarjuk elkészíteni az évszázad szelfiét, akkor célszerű lehet keresni egy falat, lehetőleg minél inkább közeli a neutrális színhez, tehát valamilyen szürke vagy fehér,
vagy semmiképpen sem túl erős színűt, ugyanis az ugye visszaveri a napfényét ránk, az árnyékos részre, de hogyha valamilyen erős színe van, akkor az beszínezi, az a színes fény, az beszínezi az árnyékos részünket, és akkor van lesz. Tehát teszem azt, egy nagyon lila falhoz odaállunk, az oldalról jön a fény, a másik oldalról van egy lila fal, akkor az árnyékos részünk lila lesz. Ami, hát, hogyha ez a cél, akkor jó, de egyébként nem biztos. A testtartás. Ez akkor is fontos, hogyha a képen nem látszik, hiszen egy selfie általában maximum így idáig látszunk, mint most, ahogy én például ezen a képen, amit most néztek. De a képen akkor is átjöhet az, hogy most éppen egy görnyetten ülünk, ugye? Tehát, hogyha így ülök, akkor látjátok, hogy ilyen görnyetten ülök, pedig nem látszik, hogy a testet, tehát ez alatt nem látszik semmi, de mégis látszik, hogy görnyetten ülök. Még hogyha így kihúzom magam, akkor látszik, hogy ki vagyok húzva. Kihúztam magam. Ezzel is lehet persze játszani, de az alap az, hogy egyenes háttal legyünk egy selfie készítésekor. Pozíció. Mármint a kamera, illetve az objektív pozíciója. Általában véve célszerű, sőt, nagyon is ajánlott az objektívet, körülbelül nem magasságban tartani a selfie készítésekor. Ugye, ha kihúzzuk magunkat, pláne sokkal magasabbra kell tartani a kezünket, mint amit gondolnánk. Tehát ez nem a legkényelmesebb általában, mert nem is gondolnánk. Tehát azt gondolnánk, hogy így állunk, még ha ki is húzzuk a hátunkat, akkor is hajlamosak vagyunk inkább így lefele biccenteni, ami nem jó, mert egyből tokánk lesz. Tehát a nyakunkat is egyenesen kell tartani, és akkor már is így hát szóval mindenki próbálja ki, érezhető, sokkal magasabbra kell tartani, mint gondolnánk, és akkor lesz szemmagasságban a kamera. Persze nem fontos pont szemmagasságban tartani, lehet ez orrmagasság, de így a szájnál semmiképp sem ne legyen lejjebb az objektív, ahogy felénk néz. Nagyon fontos, hogy az exponáláskor ne a telefon képernyőjét nézzük, mert akkor olyan hülyén néz ki, hogy tehát az objektívbe kell nézni mindig, amikor selfie-t csinálunk, ugyanis bután néz ki, hogy ha nem nézünk az elkészült képet néző ember szemébe. Tehát ezért kell az objektívbe nézni. De amikor visszanézzük a selfie-t, akkor is látszik, hogy tehát olyan, mint hogyha nem a szemünkbe nézne, hanem valahova lefele. Egyébként itt ezekben a ilyen virtuális találkozókban ugyanez a probléma, de hát ezzel nem nagyon tudunk már mit kezdeni. Ez ilyen. Esetleg túl közel is lehet a kamera, ami egyrészt mondjuk be is árnyékolhat, az se jó, de miután viszonylag széles látószögű optika van a telefonban, ezért még torzíthatja is az arcunkat, ugye például nagy lesz az orrunk, meg ilyenek. Tehát ki kell nyújtani a kezünket. Ez se túl kényelmes, de meg kell tenni. Tehát a cél érdekében meg kell szenvedni. Viszont lehet, hogy nem elég hosszú a kezünk. Vagy olyan pozíció, hogy azt nem tudjuk úgy kitartani. Vagy szimplán csak hülyén néz ki a képen az a póz, mert olyan, mint a kifordulna a vállunk. Nos, hát ekkor jön a képbe, nem a képbe, hanem akkor jön a kezünkbe a selfie bot, ami régebben már egy citok szó volt, pár éve konkrétan köznevetség tárgyává lehetett válni, hogyha valaki nyilvánosan használt ilyen selfie botot, de ma már ez egy egész megszokott dolog, és néha nagyon is hasznos kellék lehet, mivel egy pót kezd a kezünkbe. Ha exponálás előtt valamiért nem verné ki a szemünket az, hogy a kép olyan, mintha a nyári napsütés ellenére is ködben úsznánk, akkor tisztítsuk meg az objektívet, azaz a telefon előlapját a telefonálások során az arcunkról ráragadt zsíradéktól. Jó képűség az élő online megjelenés során, mint például, amit éppen most csinálunk.
Az ide tartozó ismeretek gyakorlatilag ugyanazok, mint a selfik esetében, tehát amit ott már elmondtam, az itt is pontosan ugyanúgy érvényes, és amit itt mondok el, az meg ott is érvényes. Sokféle alkalmazás van már az ilyen találkozók megtartásához, az egyikben ilyen, a másikban olyan lehetőségek vannak. Jelen mondandómban azonban kizárólag olyan dolgokat fogok ismertetni, amik függetlenek nem csak ezen alkalmazásoktól, hanem még attól is, hogy őket milyen eszközön használjuk. Tehát attól is, hogy számítógép, vagy tablet, vagy telefon, és hogy milyen operációs rendszeren, szóval mindentől. Csak fotográfiai eszközöket fogok ismertetni. Fény. A fényképészet legfontosabb eleme, nélküle ugye nem létezik fotográfiai képalkotás, ugye ahogy a nevében is benne van magyarul fényképészet, idegen szóval fotográfia, azaz fénnyel írás. Nagyon fontos tehát, hogy honnan és hogyan érkezik a fény ez esetben is. A legtöbb hiba e tekintetben a következőkből adódhat. 1. Kevés vagy túl gyenge a fény, ekkor a kamera szenved, mert fel kell erősíteni a jelet a szoftvernek, és nagyon zajos, rossz minőségű lesz a kép. A 2. A túl sok vagy túl erős fény, ekkor szintén szenved a kamera, mert az érzékelő annyi tont kap, hogy túlvezérlődik, és a kép akár teljes egészében is kiégett lehet. Aztán a harmadik az, amikor mondjuk hátul érkezik a fény. Ugye általában egy ilyen esetben a kamera elég széles látószögű, és sok minden van mögöttünk. Tehát, hogy sok fény és mögöttünk ablak van, akkor a kamera automatikája gyátlakhoz akar igazítani a kép fényességét. Ebből adódóan a sok világos rész miatt a szereplőből már csak egy szilett fog látszani. A oldalról érkező erősebb fény pedig a szereplő esetén pedig a szereplő egyik oldala ki fog égni esetleg, hogyha erős a fény ténylegesen, a másik pedig bebukik, túl sötét, túl árnyékos lesz. Akár egyetlen asztali lámpa is elegendő lehet jól elhelyezve, de kapható különböző kiegészítők USB-s a számítógéphez, például, hogy amivel a billentyűzetet lehet megvilágítani, de erre is alkalmas lehet, illetve amit már meséltem az előbb a selfiknél, a telefonhoz mindenféle kis kiegészítő lámpácskák. Ha van ablak a szobában, és az pont arra néz abban az időszakban, amikor az online találkozó van, hogy besüt a nap direkt, akkor lehet, hogy jobban járunk úgy, ha inkább besötétítünk a ledőnnyel, vagy a függönnyel, vagy bármivel, és inkább fölkapcsolunk egy vagy több lámpát a szobában. Mert akkor nem lesz se túl sötét a kép, se túl kiégett részletekkel, meg ilyen. Aztán a háttérkép. Hát illetve nem háttérkép, hanem a háttérben levő valóság. Mert mint az előbb mondtam, csak olyan dolgokat mondok, amik függetlenek az alkalmazásoktól, mert van bár némelyik olyan, amelyikben be lehet állítani háttérképet, virtuális háttérképet, de jelen előadásomban az a cél, hogy olyan dolgokat mondjak el, hogy mindenféle digitális effekt nélkül érjük el a értelmezhető képet magunkról, amit látnak a többiek. A legfontosabb dolog az, hogy legyen mögöttünk rendezett a tér, amit lát a kamera. Mikor bekapcsoljuk a kamerát, látjuk, hogy mit lát a kamera. Ez a térszelet, ez legyen rendezett. Tehát kerüljük az olyan beállításokat, amikor a hátunk mögé sokféle alakú nagy tárgy kerülhet. Például egy könyvespolc, ami véget ér, aztán jön egy tévékészülék fölött egy képpel, vagy netán ablakkal, aztán jön egy kredenc, vagy egy, egy ágynemű tartó, vagy egy ajtó, vagy bármi. Tehát ilyen nagyon összevisz. Ez egyszerűen rossz nézni. És ez még csak nem is a legrosszabb, amit láttam azok közül, amiket az elmúlt több mint egy év során tapasztaltam már. Volt már gyerekszoba, teljes romlival, vetetlen ágy, ruhaszárító bugyikkal és zoknikkal, stb. Nem azt mondom, hogy legyen mögöttünk minden az élére hajtogatva, de valami egységes képet adjon, amit nem vonja el a figyelmet rólunk. Ezt az egységes hatást fénnyel is el lehet érni, akár teljes egészében is, de mindenképpen javítani lehet rajta akkor is, ha esetleg ténylegesen rendezetlenség van ott. Tehát például, ha csak egy könyvespolc van mögöttünk, semmi más, csak egy könyvespolc,
például, az már sokkal jobb. Mert ugye egy egységes, apró struktúrájú valami van mögöttünk, ami nem vonja el rólunk a figyelmet. Akik már régebben is láttak engem ilyen online találkozók során, azok emlékezhetnek a fekete-fehér megjelenésemre, amiben csak én látszódom, mögöttem pedig konkrétan semmi, csak a kép tetejénél némi kis fényjáték volt látható, egy karácsonyi fényfűzér villogott direkt. Mutatom egyébként pont közben, ami, ha valaki nem emlékezne rá, bár ezen csodálkoznék, mert majd mindenki megjegyezte, hogy milyen jó és egyedi. Illetve, hogy azok is láthassák, hogy akik még nem találkoztak velem abban a formában. Ezt a hatást egyetlen háztartási lámpával értem el. No, oké, ebben azért van egy kis csúsztatás, mert azért kellett hozzá a kamerám is, de később. Szóval az egyetlen normál háztartási lámpa ebben az esetben a kamera mögött volt egy polcon, tőlem kb. 40-50 cm-rel feljebb, búra nélkül. Így a benne levő szórt fényt adó szokványos ledes háztartási égő is elég jó fényt adott ahhoz, hogy engem jól megvilágítson, viszont mivel mögöttem bár rendetlenség volt, mert a költözés, illetve a felújításra és ezáltal átköltözésre is készültem elő, de ez mint tőlem távolabb volt, ezért úgy látszik, tehát is oda nem ment fény annyi, ezért a képen úgy látszik, mintha egy fekete lepel előtt ülnék, és képileg kiugrom a képből. Ezt lehet elérni egyetlen jól elhelyezett fényforrással, na meg persze egy rendesebb kamerával. De lehet úgy is rendezett hátteret kreálni, hogy mögöttünk csak egy könyves polc van, ahogy az előbb már mondtam, a teljes képen, és így annak a struktúrája már nem zavar. Vagy úgy, hogyha mögöttünk levő falon nincs semmi más, csak egy kép, mint most nekem, ez az egyébként már említett Oculus Ágyú projektemből való fotó. Kompozíció. A kompozíció azt jelenti, hogy a képen mi hova kerül. Jelen esetben ez nem egy túl nagy kihívás, hiszen mi magunk vagyunk a kép leginkább egyetlen tárgya, és simán lehetünk középre igazítva is, sőt, végül is ilyen esetben ez a legjobb. De pár fontos dolog azért mégis akad. Egy. Nem fontos pont középen lenni, de azért célszerű, hogyha a harmadó vonalakat nem lépjük át, azaz nem kerülünk nagyon a kép szélére. A kamera lehetőleg szemmagasságban legyen itt is, mint ahogy a selfie-nél. Ha sokkal lejjebb van, akkor a többiek alulról néznek ránk, ami kellemetlen, de elsősorban ronda, hogy megszámolhatók az orrukban a szőrszálak. Valamint ha sokkal feljebb van, akkor meg fentről néznek ránk a többiek, és a szemkontaktus helyett a hajszálainkat számolják. Már ha van mit. Ezek a hibák különösen egy üzleti találkozón okozhatnak igen nagy hátrányt, mert egyszerűen komolytalanná teszik az egész megjelenésünket. Ide kapcsolódik, hogy a laptopok beépített kamerája az ugye ott van, ahol van, ebben nincs beleszólási lehetőségünk, tehát az egész gépet kell úgy elhelyezni önmagunkhoz képest, illetve magunkat a géphez képest, hogy a kamera lehetőleg minél jobban az előzőek szerint legyen hozzá képest, tehát szem magasságban legyen az objektív. Ehhez lehet használni dobozt, könyvet, bármit, ha állítható a szék magassága, amiben ülünk, akkor lejjebb állíthatjuk a széket, stb. Bármi. A lényeg, hogy a kamera lehetőleg minél inkább szemmagasságban legyen az objektív. Minél inkább velünk szemben legyen a kamera. Most nem a szemmagasságra értem, hanem az, hogy itt velünk szemben legyen a kamera. Lehet persze oldalabbra is helyezni, tehát mondjuk úgy tudjuk elhelyezni, hogy oldalabb van, hogy a háttér miatt, vagy de nem tudunk úgy odaülni, hogy kényelmesen, stb. De azért nem célszerű nagyon oldalra tenni, mert nagyon kényelmetlen lesz, ahogy a képernyő máshol van, mint a kamera. Bár ha jól csináljuk a hátteret és az előbbieket, akkor már nem is fordul elő, de azért fontos megjegyezni, hogy az rondán néz ki, ha a vállunkból, fejünkből kiáll valami a háttérben, például egy lámparúd, vagy egy antenna, vagy bármi, ezért is célszerű kerülni az agyba háttereket, amiket már mondtam az előbb is. Na hát térjünk arra, hogy kamera. Hát a laptopok beépített kamerája. Nos, hát a
meg a tabletek, telefonok és a többi. Hát a legtöbb esetben, bár a telefonoké már sok esetben sokkal jobb, mint egy akár prémium laptopé. Na, tehát ezek a legtöbb esetben finoman szólva igen gyengén produkálnak. Persze, ha nincs más lehetőség, akkor ez is teljesen megfelelő lehet. Jelen előadásomat is egy tablet beépített kamerájába mondom. De sokkal szigorúbban kell betartani, nem betartani, az előbbi szabályokat, hogy jó legyen a kép, mármint minőségileg. Ha van rá lehetőségünk, akkor inkább javaslok külső kamerát beszerezni. Ez lehet akár egy olcsóbb akciókamera is, amiből már bőven elegendő a Full HD, az 1920x1080 pixeles felbontású, vagy Full HD 1080p, meg ilyen feliratokkal lehet találkozni. Tehát ez is bőven elegendő a feladathoz, nem kell 4K-s kamera, meg ilyenek, hiszen az egész közvetítésre eleve rányomja a bélyegét az internet kapcsolatunk aktuális sávszélessége. Ráadásul általában inkább eleve 720p HD minőségben, tehát 1280x720 pixeles kép megy ki rólunk a legjobb esetben egy ilyen közvetítés során. Persze az jó, ha az eredeti kamerájával jobb, hiszen örök ökölszabály az, hogy a jobb minőségből mindig könnyebb gyengébbet csinálni, fordítva meg lehetetlen. Ha rászánjuk a pénzt, akkor egy rendesebb kamerát is vehetünk, és akkor nem csak erre tudjuk használni, hanem például hobbi fotózásra is. Ma már sok kamerát eleve úgy adnak ki a gyártók, hogy alkalmasak rá, hogy a számítógéphez csatlakoztatva USB-vel webkameraként működjenek, vagy akár a HDMI-vel, vagy bármivel. Természetesen nem szükséges ehhez több százezres felszerelést vásárolni. Egy középkategóriás kompakt vagy bridge kamera tökéletesen ugyanúgy megfelel, amiben legalább van fél automata mód. Mert semmiképp sem a teljes automata módot kell akkor már használni, ha már veszünk egy kamerát ugye erre a célra, mennyiről használtánk a beépítettet is. Tehát legalább egy fél automata mód kell hozzá, mégpedig ez a célszerű az úgynevezett rekesz előválasztó módot használni, és a rekeszt a lehető legnagyobbra nyitni. A rekesz értéket egy szám mutatja a kamerán. A jelölése egy F betű, egy perjel és egy szám. A pert néha elhagyják. Tehát például F/5.6, vagy F5.6, meg F/8, vagy F8, stb. Minél nagyobb ez a szám, annál zártabb a rekeszt. Tehát az F8 az zártabb rekeszt jelent, mint az F5.6. És minél kisebb ez a szám, annál nyitottabb a rekesz, annál több fényt enged be, és annál inkább csak az lesz széles, amire konkrétan fókuszálunk az objektívvel. Persze jelen esetben célszerű az automata fókuszt használni, és lehetőleg arcfelismerő módban, már ha tud ilyet a kamera, hogy mindig rám fókuszáljon. Ugye az előbb emlegetett fekete-fehér időszakomban, akkor is a legnyitottabb rekeszen használtam a kamerát, ez 1,8, f per 1,8-at jelentett, tehát a mögöttem levő esetleg netán a képbe kerülő bármi, az már annyira életlen volt, hogy már nem volt emiatt zavaró. De hát ugye nem is került, mert ráadásul fény se nagyon vetült rá, és azért össze is mosódott az egész egy fekete lepellé, mint ahogy az előbb már meséltem. Hát szóval így volt nekem olyan képem abban a bizonyos fekete fél időszakban is, amit már említettem. Rendes egyébként fotós videós munkáimhoz használt kamerámat használtam így, egy kiváló objektívvel webkameraként. Nos, hát ennyit szerettem volna elmondani a mai előadásomban, remélem hasznos volt. Köszönöm a figyelmet. Ha van még kérdés, akkor szívesen válaszolok rájuk. Köszönöm. Gimesi András Gime, fényfogó, a Fotográfia Picasso-ja.